Szevasztok! Hát bocsika, egyelőre nem lesznek futárpercek. Nincs hol futnom, illetve lenne. De most a mai nap arról szól, hogy elmondom, mi történt velem, vagy mi történik. Most megyek a utoljára a központba, a zöldekhez. Visszaviszem a táskát. Ma van időpontom, már készítésben vagyok. Ez annak köszönhető, hogy nagyon rég nem tekertem, és ugye tegnap egyedül, és hát mindent újra helyére kell rakni, újra meg kell találni, mi merre van, hogyan, stb. Mindegy. Baromira felöltöztem. Három réteg fölül, három réteg majdnem alul. És érdekesen festek. Rajtam a kamást, meg minden. Na, a kesztyűt átcseréltem az alvisra, mert fekete, és most mindenem fekete. Egész magam fekete, kivéve a táska. Jött a kamás. Rajtam van a futónadrágom, duplán öltöztem alul. Két termónadrág van rajtam. A szélvédős külső, futógatya, meg a jaláöltöző is rövidebb. A szokásos Asics, akkor a Bitwin kabát. Egy hosszú ujjú felölt alatta, meg egy rövid melegen tartó. És ennyi. Két sáv, meg ez a maszk hideg levegő ellen. És egy autó, ami elég fog várni. Nem sikerült neki, észrevett. A fele. És már 10 óra van, de mégis itt ilyen furán tömörödnek a járművek. Felé. Jó újra a munkahelyemen lenni. Remélem tudok ma beszélni Oliverrel. Azt ígérte, hogy próbál nekem segíteni, hát ha vissza tud juttatni engem a kékekhez. Az nagyon jó lenne, akkor minden megoldódna. Megfagyott a kis drága, mindjárt a sipkel cserélni. Nagyon kedves. Na, megjöttem. Már csak le kell tudom kötni a bögöt, ha van elég hely. És van hely. Nagyszerű, akkor oda le is patkázzuk a dolgot. Kell egy kis csipke, vagy egy cukor, cukormentes. Hamarosan jönnek a búcsú pillanatai. Remélem azért átveszik a táskát és megbocsátanak. Végül is én csak késtem. Irány súrjány. Menjünk B. Na,
Na, itt a vége. Átadtam, beszélgettem. És most elhagyom a te színhelyét. Azért remélem, hogy megoldódik mi hamarabb is jön egy másik megoldással ez a cég vissza. Vagy értitek? Jó lenne. És most irány Csengeri, egy leletér. Aztán meg elmegyek a raktári összeszerelős dologra, beszélőre, hogy akkor mi legyen. Maradunk-e, vagy nem maradunk. Vagy leszünk-e, vagy nem leszünk. Na gó. Hogy tetszen? Gyönyörű idő van. Nagyon szép. Ha, kár lett volna otthon maradni. De jó, komolyan parkoló? Jézusom! Mi van ma veletek? Persze, gyere ki elém, nyugodtan! Vicces, hogy táska nélkül nem ismernek meg azok se, akik rendszeresen köszöntek nekem. Mert civilben látnak. Itt próbáltak meg múltkor rám fordulni és elütni. Pont itt. Nézzétek csak. Észre se veszik. Mázni. De le kell szoknom róla, hogy köszöngetek a futároknak. Amíg nincs futármelom. Ilyen gomb, hogy ilyen messzire rakták. Továbbra is baromság. Ott a gomb, itt a megálló. Nagy értelme van, de? Hát. Ma nagyon furák az autósok, pedig nem is hétfő van. Korábban fordultam le Vörös Martinál, nem volt kedvem bejönni Csengeribe fordulva, mert elméreztem magam biztonságban mögöttem lévő autóstól. Ha tudjátok, van az, aki így jön mögöttetek, és és ez így dobta a csőröm. Viszont ez nem kell ide, csak azért volt fölöm, mert a fülem egy kicsit fázott. Megszereztem a lehetet. Már az automata nem működött, mert miért működtek, hiszen mi gyártottuk. Valahogy úgy olyan fura, hogy amit gyártunk, az vele itt Magyarországon nem szeret működni. Külföldön meg olyan jól megy. Itthon soha semmi nem sikerül. És most irányjuk vissza Kőbányára. Igen, van. Ilyet. Érdekes lesz. Bocsi. Köszi. Voltak egy páran. Na, befejeztem, elmentem Fenibe, akciós a krumpli,
599 a 750 g-os hullámos burgonya, ami nagyon jó. Vettem kettőt, éhes vagyok, muszáj ennem sült krumplit, sült krumplival! Aztán lesz miből, akkor veszek még. Amíg akciós, telerakom vele a hűtőt, csak legyen. Ilyenkor mindig az van, amikor kiürítem a betegség alatt a kaját a hűtőből, meg mindenhonnan, hogy elkezdem föltölteni. Veszek egy csomó babot, csicseri borsót, krumplit, zöldségeket. Ezeket kell. Amúgy is, hogy ennék egy jó mexikolt, mexikói pirított zöldséget, sült burgonyával, bár zöldségem nincs otthon, úgyhogy most csak a sült buri marad. De nem baj. Ennyi volt. Igazából már maximum a cég után elmesélem, hogy mi történt, de az még odébb van, egy kicsit később megyek el. Előbb eszem, mert ma még nem nagyon ettem. Na, megjöttem, kipakoláztam. Itt a krumplim. Most arra várok, hogy az olaj megmelegedjen. Aztán sütöm ezt a jó kis krumplit. Jó, tudom, ma nem olcsó, 700 valahány forint egy kilóval, ez most így 600, de 1000 forint egy ilyen zacskó általában, tehát ahhoz képest ez most jó. És imádom a sült krumplit, ezt tudjátok. Annyira szeretem, hogy ez nem. Ez elmondhatatlan. Eszek majd hozzá hegyes erőst, mert azt szeretem, meg marinált tofut. Ó, viszont a teszt krumpli már jól sül, úgyhogy mehet bele a többi. És már... Ki kell várni, hogy megsüljön. Na, elkezdett végre. Jaj, imádom, hogy sül. Picit csöpög. Ezt eltöltem. A papír zsebkendő is szalvéta. Ugyanaz az anyag. A vécé papír is, meg ez is. Hoppá, és már is itt van az első fele. Jaj, de gyönyörű. Még mielőtt erre rászórom, előbb jön a rózsaszín só. Egy. Megint rózsaszín só. Király. Imádom. A hullámos amúgy is a kedvencem, de most egy akciós még jobb. Ja, és hazudtam. Laska gombát fogok még pirítani hozzá. Oda teszem a serpet. Ott van, azt már csak össze kell csipkedni. Hát ez majd ilyen nap. Hóóóó! Nem tudom, hogy lesz, de a jövőben remélem, hogy minél jobban alakul. Remélem, szerzek egy céget, ahol futhatok. Mert mégiscsak kint szeretek lenni. Főleg közepes is, meleg időben. Mindig ilyenkor hidegben lehet, hogy le kéne már róla szoknom. Nem tudom. A végösség. Nincs ötlet. Az a baj. Ilyenkor mindig túl sokat előkóstolok. És az nem jó. Megasztak minden belőle. De annyira jó a krumpli. Szépen pirul. Teszem rá a szót. Oregánok és külön romantikus ízterkeveréket. Így. Mellé teszem a krumplimat. Szépen kell tálalni. Nem baj ez, ha kézzel fogom, azért kezet mosok minden alkalommal, most is. Szép tálat szeretnék ígyni. Szeretek díszíteni, miatt megeszem. Ezáltal is szebb lesz az élmény, és jobb lesz az étel. Figyelni kell arra, hogy szépen legyen, amennyire lehet bepakolva. Úgyni. Nem baj, ha nem teljesen szabályos.
kis kockákra vágom, mert az úgy szép. Sőt, nem is, inkább csíkokra. Igen. És akkor ezt ide. Ennek is jó füstös illat, tehát ez se fog kevésbé nagyon csípni, azt hiszem. Jó kis hegyes erős. Igen, én is csíkba vágom a marinált tofut is. Hogy? Picit igazítok, mert ide jön a marinált tofu. Cheeks, oda nézzél csak, gyönyörű. És még egy adag. Így kontextusba helyezem, milyen jól néz így ki, nem? Na, mit szóltok, ennétek bele egy falatot? Nekem jó étvágyat, sziasztok! Na, már elindultam a megbeszélgetésre. Reméljük, jól sikerül a duma. Elvileg megvan a cég. Kicsit össze vagyok zavarva, nem tudom, hol kell bejutni. Elvileg az volt a 150, úgyhogy itt kéne valahol bejussak. Nagyon el vannak dugva, az biztos. Aha, ez lesz az. Na, megérkeztem. Ez a hely az. Na, srácok, szevasztok! Hát hosszabbra nyúlt a beszélgetés, mert Balázsral elbeszélgettük az időt. Megnéztem. Egyelőre azt mondom, nem az én világom. Meg ahogy elnéztem, nem kapkodnak utána. Ez majd kiderül. Van még más lehetőség, annak utána fogok menni. Aztán majd arról is tájékoztatlak titeket. Holnap elmegyek a flottás céghez, meg ha szerencsém van az apartmanoshoz is. Ez majd kiderül, ha elérem őket, mert most már nem értem el telefonon. Na, sziasztok! Kösz, hogy itt voltatok! Kösz, hogy beszéltünk, kösz, ha mai vlogomat is megnézitek. Pá! Pa-pa!